forgatagba több kézműves kínálta a portékáit, és a kirakodó vásárban finom ételekkel, italokkal várták a vendégeket. A téren a változatos műsorok nyújtottak szórakozást, a művelődési házban kézműves és ringató foglalkozásokat tartottak, és interaktív gyermekfoglalkozás keretein belül Círják Erika meséiből hallhattak a gyermekek. Népi fajátékokkal játszópark is várta az érdeklődőket. A rendezvényről Pus Adrien szervező nyilatkozott. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk a Völgységi Adventen, ez immáron már az ötödik alkalommal kerül megrendezésre Bonyhádon. Most jelenleg pont a Swing Ladies együttest lehet hallani a színpadon. Számos programmal készültünk a ma estére, kültéren és beltéren is. Beltéren 3 órától kezdődött a kézműves foglalkozások 4 helyszínen. Itt van a Művelődési Központ mellett a Solymár Imre Városi Könyvtár, valamint a Völgységi Múzeum is. Fönt pedig az emeletünkön ringató foglalkozás volt Grászili Boglárkával, valamint most jelenleg éppen egy interaktív gyermekfoglalkozás zajlik, ami után gyakorlatilag mézes kalácsot tudnak majd díszíteni a gyerekek, egy adventi mesét fognak majd feldolgozni. Itt pedig kültéren folyamatosan 3 órától egészen este 7 óráig követik a fellépők egymást. Mai alkalommal már a zeneiskolások, bonyhádi zeneiskolások fölléptek, valamint most a Swing Ladies hallhatjuk. Egyébként a sort pedig a Csodavirág gyerekzenekar kezdte. Az együttest követik a modern tánc tagozatos növendékek, 6 órától pedig Serbán Attilát lehet hallani, és gyakorlatilag folyamatosan megyünk tovább ilyen adventi műsorokkal. A vásári forgatagban érdeklődtünk, milyen a hangulat. Nagyon jól érzem magam, mert szerintem ez a motoros felvonulás az eléggé meglepő volt az emberek számára, akik nem tudtak erről az egészről, de így összességében szerintem nagyon jó a hangulat, az embereknek úgy látom jó kedvük van, és ennyi. Vannak, akik nem csak a jó hangulat miatt jöttek ki. Főként azért jöttünk ki, mert a kislányom flashmobozik, és amiatt jöttünk ki, meg szeretnék nézni, hogy táncol. Igazából egyre több a zárvus, és egyre több a látogató is, és igazából szerintem ez egy nagyon színvonalas rendezvény a Bonyhádnak. A város fénybe öltözött, és megmozdult, hogy együtt ünnepeljék az adventet. Nagyon színes volt a műsortár. Mindenki találhatott kedvére való. Barátok, ismerősök, családok jöttek ki a térre. A motoros felvonulás is nagy meglepetést okozott a Mikulások kíséretében. Az est folyamán a 3. gyertya is meggyulladt az adventi koszorún. A 3. gyertya jelentése az öröm, amiből nem volt hiány a mai napon.